egy mai vállalkozás sikerének az egyik legfontosabb kulcseleme a marketing, azon is a tartalom, a láthatóság. Úgyhogy ebben a videóban nézzünk át pár olyan kérdést, három, pontosabban három olyan kérdést, amit ha megválaszolsz magadnak, akkor valószínűleg sokkal jobb eredményeket fogsz elérni, és sokkal jobban fog fejlődni a vállalkozásod. Úgyhogy vágjunk is bele. Az első példa legyen egy, innen nem messze, itt egyébként baloldalt neked baloldat láthatóan az Ist szigeten van például az én kedvenc helyem, ahol kiszoktam menni, és ott van például egy étterem, amit először nem nagyon ismertem meg, először oda kerültünk, megnéztük a Google-on, hogy melyiknek hány csillaga van, melyiknek mi az étlapja, és itt tovább. Tehát mielőtt egy céghez oda mennék, vagy egy szállásnál ugyanez, akkor megnézem előre, és a tartalom alapján döntöm el, hogy őt választom-e. Ő még nem is tudja, még be mentem az ajtón, de már eldöntöttem vagy itt van velünk egyik barátunk, akinek a fia van itt velünk, és ő meséli, hogy például, ha ő elmegy és párhol foglal egy négy csillagos szállodában szállást a családjának, akkor ezt is megnézi, hogy a hozzászólásokban van-e szó arról, hogy oroszok laknak benne. Nem a háború miatt, félre ne ért, hanem egy, nagyszájú, agresszív és kellemetlen vendég az orosz, és hogyha egy szállodában van egy pár orosz, és szoktak odajárni oroszok, akkor a ember legszésben nem megy oda. Az Ausztriában is így van egyébként. Tehát a tartalma, róla szóló tartalom egy nagyon-nagyon fontos döntési kritérium, és nem is tudod, nem is látod, és ezt úgy nevezzük, hogy elveszített haszon, hogy még be sem megy valaki hozzád, de már előtte eldöntötte, és te nem is tudsz róla, hogy valójában benézett, csak online és kifordult. Úgyhogy szerintem már érzékeled, hogy mennyire fontos. Vagy itt van például ez a srác, akiről az előbb beszéltem, ő a Volkswagen egyik lányvállalatánál egy fejlesztési cégnél dolgozik, és nagyon érdekes, hogy azt mondja, hogy például a Volkswagennek is, meg a Mercedesnek is sokkal fejlettebb ma már az önvezető funkciója, mint a Teslának. Azt mondja ő. Lehet, hogy így van, lehet, hogy nem, nem tudom. De ami érdekes, hogy erről sose hallasz, ezt sose kommunikálják, ez nem élik meg tartalomként, míg a tesztánál ez egy tartalom, amikor például egy több órás utat, ahol az önvezető saját maga vezet, fölvesznek és fölraknak, és az influencerek vázi ezt terjesztik. Tehát mi, mi az, ami rólad látható, az látható rólad. És hát akkor nem kell azon a magyar politikát, ugye? Hiszen a magyarok jó része szerint, aki a plakátokat látja, az egész Európa háborúpárti, csak magyarok nem, vagy pontosabban Orbán Viktor nem, ugye? Tehát a valóságot meg lehet görbíteni, és ezért nagyon fontos, hogy mi az a tartalom, amit rólad látnak. Úgyhogy a kérdésem az, hogy van-e szükséged több érdeklődőre? És ez egy nagyon fontos kérdés a jelenlegi átalakuló világban. Hiszen eddig, ha mondjuk építőiparban dolgoztál, nem tudtál elmenekülni az ügyfelek elől, annyian voltak, annyi megrendelés, igény volt. Sokan ki sem mentek már felmérni, mert tele voltak hónapokra erre munkával. Most ez valahol átkezd billenni, lehet, hogy még sok a munkád, lehet, hogy folyamatosan csökken, lehet, hogy még tele van a naptárad, de már egyre nehezebben telik. Az a lényeg, hogy átbillenés van, időben kell reagálnod. És erre jó példa a Volkswagen és a Tesla megint, hiszen a Volkswagen, nem tudom, hallotta, de a múlt héten már csökkentenie kellett az a két műszakból, egy műszakba ment az elektromos autóba, mert nincs meg az igény, nem veszik meg az autójukat. A Tesla nagyon jó marketinggel és előrendelésekkel még mindig tele van, és újabb rekordokat dönt, negyedéves, havi szinten is, országos szinten is, meg nemzetközileg is. Tehát a kérdés az, hogy van-e szükséget több érdeklődőre, és megmondom, hogy ha nincsen, akkor rossz a válasz, mert mindig van. Megmondom azt is, hogy miért. Mert minél több érdeklődőd van, minél többen állnak úgymond sorba, akit akár ki se tud szolgálni, annál jobb minőséget tudsz válogatni, annál jobban tudod emelni az áradat, annál stabilabb a bevételet. Tehát igen, a jó válasz az, hogy mindig van szükséged több érdeklődőre. Nem véletlenül az, hogy például egy Coca-Cola sose abba abba a reklámot, mert hiába ismeri mindenki, a marketing, a tartalom akkor is fontos. Úgyhogy a válasz az, én szerintem, hogy igen, mindig szükséged van több érdeklődőre, mint még akkor is, hogy egy perc nyugtod nincs, annyian keresnek. Aztán egy fontos szabály, amit érdemes meggondolnod, mert nagyon egyszerű, de sokan nem gondolnak rá, vagy nem értik. Aki nem látható, az nem létezik. Aki nincs az interneten, az nem létezik. Aki nem felelhető, mondjuk keresőkben, vagy keresőoptimizásra, vagy hamarosan a mesés intelligenciára adott válaszokban, akkor az nem létezik. Aki meg nem létezik, attól nem lehet vásárolni. Tehát az látható, hogy ha be akarok menni a városba, mondjuk Zadárba, az itt van nem messze egy 20-25 mérföldre, akkor előre megnézem, ha egy boltot keresek, hogy mi hol van. Ami nincs rajta az interneten, nem tudom Google-ban megtalálni, mondjuk valamilyen hajós szerelvényt akarok, akkor az nem létezik számomra. Lehet, hogy a legjobb áron a legjobb terméket szolgáltatja, vagy értékesíti, de nem létezik. Ezt kell felfogni, hogy ami nem létezik, aki nem látható, attól én nem tudok vásárolni. És neked, ha te nem vagy látható, akkor az elvesztett hasznod szinte végtelen, mert a piacról ki vagy szorulva. És talán erre hadd egy egyszerű példát, ez a három pontból az elsőt, ez a Körülbelül 20 évvel, 20, 22 évvel ezelőtt, amikor elindultak az internet szemináriumok, ezt Magyarországon tartottuk, talán az elsők közt voltunk, akik oktattuk az internet marketinget, akkor még nem funnelnek hívtuk, de gyakorlatilag a marketing funnelt, és nagyon érdekes volt látni, hogy amikor én kimentem kócsolni, és kimentem konzultálni ügyfelekkel, hiszen nagyon sok megrendelünk is lett belőle, akkor azt a kérést tettem fel az ügyvezetőknek, hogy tegye már meg, hogy ott volt egy laptop, vagy az őgépe, tegye már meg, hogy anélkül, hogy beütné, beütné a web címüket, tehát a domain nevüket, keresse már meg valahogy a cégüket, vagy a terméküket. És a legtöbben meg voltak lepődve. Há, jó, jó, de hát, hát, hogyan? Hát mondom, úgy, ahogy egy ügyfél keresné, nyilván természetesen. És nagyon érdekes volt, a többség nem találta meg. És akkor, amikor mondtam, jó, de hát mi van a, milyen tartalom van a weboldalukon? Hát én azt nem tudom, hát én nem szoktam nézegetni, hiszen az ügyfeleknek van. Ez is egy elég buta válasz persze, de kezded érteni. nem tudod, hogy mit olvasnak rólad, mi, van, meg, mi az, amit megtalálható rólad, ez nincsen megtervezve, akkor gyakorlatilag kivolgáltatva annak, hogy valami elavult információ van, vagy a többiek előré megtaláltak. És döbbenetes dolog egyébként, de a 80% a cégvezetőknek nem tudta megtalálni keresőkből a saját és nem tudta, hogy mi van a weboldalán. Kérdés az, hogy nálad ez hogyan néz ki? Hogy Hol vagy megtalálható? Milyen csatornákon lehet eljutni hozzád? A keresőkbe, a beütik például az az én példámat, vagy, vagy a Sikervitő, vagy bármi egyevet, de mondjuk az Ausztri ingatlanok kiváló erre, akkor gyakorlatilag megtalálják a keresőben a Facebook oldalamtól elkezdve az összes YouTube videómat, már azt is hozza a Google, legalábbis sokat, és nyilván az első helyen 10 éve, 13 vagy 14 éve már én vagyok, hogy vagy Ausztriai Ingatlanok témára, vagy annak a kombinációja, hogy ausztriai apartman, vagy szállodavásárs, vagy bármi, mindig első vagyok. Tehát az a kérdés, hogy téged hol lehet megtalálni, hány csatornán tud bejönni, hány nyitott ajtód van a világra, ahol be tud jönni az ügyfél? Hol lehet megtalálni téged? Hol tud az az ügyfél megtalálni, aki nem tudja a neved, nem ismeri a céged, csak a problémáját ismeri. Egyáltalán hogy lehet megtalálni? A problémádon keresztül? Vagy a termékeden keresztül? Mert amikor legtöbbször egy, egy, egy ügyfél keres valamit, akkor nagyon sokszor a problémáját írja be a Google-ba. Nem a termék nevét, nem a megoldás nevét. Nem azt mondja, hogy nem tudom én ilyen vagy olyan um, mondjuk szenzort keres, vagy, vagy, vagy kamerát, hanem mondjuk biztonságtechnikai dolgot keres. Tehát a probléma oldalról közelíti meg, amilyen problémája van. És eleve neked a tartalmat is így kell megszólítani, és a keresőbe is így kell megjelenni. A másik az, hogy mit lehet rólad megtalálni. Mert sokszor találkozom abban, hogy ó, hát az nincs föl minden az interneten, de egyébként mi ez, meg ez, meg az, amazok vagyunk. Meg ennyibe vagyunk jobbak, meg annyiba, mint a másik. Mondom, én is van ez a neten. Ha ezt valaki a netet nézi, akkor nem tudja, és már megy is tovább egy másikra. És hidd el, amit te látsz, ez a jéghegy csúcsa. Amit te látsz, mint érdeklődőt, az a jéghegy csúcsa úgy pont úgy, mint a jéghegynél, hogy a 90x százaléka az a föld alatt vagy a víz alatt van, vagyis nem láthatod. Vagyis megtalálják a weboldaladat, nem kielégítő válaszokat ad a kérdéseire az ügyfélnek, mik ezek a kérdések. Meg tudja oldani ez a cég a problémámat? Megfelelő megoldást nyújt? Bízhatok benne? milyen gyorsan, mennyiért fogja -e megoldani nekem. Ha ezekre nem kap választ, akkor tovább megy. És ez a jéghegynek a csúcsa, amit látsz, ami is Isten ennek ellenére fölhív téged, vagy régi ügyfeled. Úgyhogy ez egy nagyon fontos dolog, hogy mit lehet rád megtalálni, és hol. És megvannak-e válaszok, amik kell egy ügyfélnek. Mert sokan bazíroznak arra, és ez egy régi stratégia, hogy hát de oké, okay, de én nem szoktam megadni árat, nem szoktam megadni ezt, meg azt, meg amaz, azért majd fölhívjon. Nem hív föl. A mai ügyfél teljesen más, mint a 30 évvel ezelőtti. A mai ügyfél maga akar dönteni. Nem akar valami hülye, bocsánat, üzletkötő vagy bárkivel beszélni, aki lehet, hogy kevesebbet tud a dologról, mint én. Van úgy, hogy fölhívok egy, egy, egy hangtechnikai céget, és fölteszek neki egy kérdést, hogy van egy digitális ilyen audio interfész, ami egyben keverő is, mondjuk a Zoom vagy bármelyik más jobb márkától, és Teskem vagy bármelyiktől, és kérdezek egy speciális dolgot, hogy figyelj, tudja ezt vagy azt a funkciót, tudja ilyen vagy olyan monitoring funkciót? Szóval, hát ő nem tudja, ő eladó. Szóval én nem akarok nálam kevesebb tudású emberekkel beszélni, hanem én információt akarok. Információt akarok, hogy mit, mennyire, hogyan, konkrétan válaszokat. Úgy, annyi információt dönteni tudja. És akkor azt mondja, jó, jó, hát majd kérjen ajánlatot, a számomra kitörlődött. Tudod, jéghegy, a többség föld alatt van. És tudod, mit történik a jéghegyel, ha neki mész? elsőjött, mint a Titanic. Tehát a következő ilyen kérdés, amit a 20 25. témához még, ugye, hogy találd meg a saját majdró tartalmat, hogy a e bizalmat? Tudnik a legnagyobb gond, de sokan nem tudják. A mai világban a legnagyobb gond egy ügyfél számára, és a te számodra is, hogy kiderítse, hogy bízhat-e abba a fék információk, a, a kamu kóklerek, a rossz minőségi szolgáltatók, szartermékek és bármi között. Tehát a bizalmat meg tudom -e kapni, el tudom -e érni a, az ügyfél bizalmát, tudom -e, hogy bizonyítani, hogy jó vagyok garanciával, ügyfél visszajelzésekkel, egyebekkel. Jó, tehát ez az első kérdés, hogy e mit és milyen bizalommal. A második ilyen téma, hogy amikor kommunikálsz, az, amit kommunikálsz, az vagy. Tehát tudatosan egy képet kell magadról kommunikálnod. Ugye, ugye magyaroknak nem nehéz erre jó példát mondani, itt van a Fidesz. Tehát Orbán elhiszi magára, és a többség el is hiszi róla, hogy ő békepárt, ő békét akar. Valójában háborút akar, mert a Putyin mellett áll, és az meg háborúzni akar, mert ha az békét akarnak, akkor hazamenne, és akkor nem lenne gond, mint hogy haza a katonákat. Egy perc alatt vége lenne a háborúnak, csak a régi határig vissza kéne vonulniuk rükkvercben. Tehát az vagy, amit mondasz magadról. Ha azt mondod magadról, hogy én megvédem a magyarokat, közben tönkreteszed az oktatási rendszert, mit hisznek el rólad, hogy te a magyarok védőszentje vagy, és imákat mondanak érted? Ugyanez igaz a vállalkozásodra is, ugyanez igaz a termékedre is. Mi az, amit magadról kommunikálsz? Mi az a világ? Mi az univerzum? Mi az a kép, amit lefestesz magadról? Vagy hagyod, ez az ügyfél maga gondolkodjon? Nem feltétlenül jó. És tudnod kell, hogy a legtöbb minden ilyen példát tudsz mondani, legyen az hajó esetén, legyen az egy McDonald's, vagy bármi esetén, kamerák esetén, nem igaz az, hogy a legsikeresebb, legtöbbet eladott, legismertebb, a legjobb minőségű. Tehát felejtsd el, hogy a minőségen dolgozol mindig, hanem azon gondolkozol, hogy hogyan tudsz hogy egy olyan képet kialakítani az ügyfelek fejében, egy olyan pozícionálást létrehozni magadról, ami alapján bizalmuk lesz, és megvesznek. És ebből őszintén közel nincs a valósághoz. Tehát pont itt szóba került, ahogy itt egyesek bekentik magukat, ugye a, a feleségem barátnője bekente magát Krémmel, és így én meg nem, én általában árnyékba ülök, most fogom egy kicsit, de miattad, vállok ennyi áldozatot. Egyébként mindig hosszú vagyok. És utána Belementük a témába is, döbbenet. Tehát a legtöbbet eladott, a legtöbb ember számára egy barátságos, kedves terméknek tűnik a nivea, a tradicionális, megbízható. Van egy ilyen app, itt a, a hölgy feltett lecsippantotta a vonalkója, és megmondja, mik vannak bele. Tele van. Uh, nehéz olaj, tehát kőolaj származékokkal, mikropartikel, amik megmérgezik a, a, halakat, egyszerűen tiszta, tiszta méreg. Tiszta méreg. És, és azt, mondja, azt mondta előtte, hogy de tök jó, mert hamar beszívódik. Mondom, nagyon jó. Mindez a méreg hamar beszívódik. Szuper. Szóval a legsikeresebbnek köze nincs a legjobbhoz. Köze nincs ahhoz, hogy egészséges lenne mert azt mondják, hogy mi az, ami nincsen benne. Megmondja, hogy vegán. Persze, hát állati származék nincs, hanem kőolaj van benne. Szóval pozícionáld magad, és így lehetsz gyönyörű fehér mellényed, lehet úgy mond, mint a, a nívának van. Annak ellen, hogy mérget árulsz, tehát ettől függetlenül lehet. És adás az egész testét bekeni. Baj, borzalmas még rágondolni is. És a harmadik ilyen gondolat, amit el akarok osztani veled, hogy a tartalomad az tudatos vagy nem tudatos. És van, van, két fogalom, amit sokan összekevernek. Van a marketing, és van, a, van, az értékesítés. És én, nem tudom te hogyan osztályozod, én kétféle, vagy most ezt a kettőt egy vonal mentén választom el egymástól. Amíg az ügyfél, ő dönti el, hogy mit akar, addig marketing utána sales. Megmondom, ez mit jelent. Amíg nézi a weboldaladat, ő dönti el, hogy mikor lép kapcsolatban kapcsolatba, legközelebb kapcsolatba lép -e egyáltalán. Mit tesz? Visszajön-e, nem jön-e, Fölhív ír emailt e bármit. Abban a percben, ha elérem, hogy regisztráljon a hírlevelemre, adok neki egy értékes információt, egy értékes megoldást, lehetőleg valódi megoldást a problémájáról, amit nyálcsököttet akar, hogy, mint én az ausztriai hogy hogyan kell Ausztriába ingatlan vásárolni. Ha valaki gondolkozik ezen, ezt akarja. A csapdákat ki akarja kerülni, ugye? Ez az egyik trükköm nekem, vagy egyik legfontosabb csalim, vagy listaépítő eszközöm, nevezd hogy akar. Tehát az a lényeg, hogy amikor már regisztrált, és ez a legfontosabb, amit jegyez meg a mai videóból, többek között, amikor már regisztrált, akkor a regisztráció követően már csak rajtam múlik, hogy fogom, és kommunikálok-e fel, és mit kommunikálok, és rajta múlik, hogy mikor lépek vele a kapcsolatba, nyilván el, elinte e-mailen, de tudok olyan következő csalikkal akár az e-mail címét megkapni, vagy konzultációt ajánlom neki, amikor fog tudni velem konzultálni. De amíg nem regisztrált, az marketing. Ami utána, az már sales. És ezt cseszik el a legtöbben. A marketingre költenek, a sales meg nem csinálják. Építenek egy listát esetleg, de a listát nem használják. Nem használják az eszközt. Úgy ezen érdemes elgondolkozni, hogy a SEO plus hírlevél, hírlevél rendszer, vagy hírlevél marketing, vagy hírlevél sales, az több száz milliót jelent. Legalábbis nekem az elmúlt 15 évben az ingatlan szakmában és a, mondjuk a sikervitaminban több mint 100 milliót hozott ez tisztán jutalék vagy, bevét, vagy profitban, nem bevételben. Szóval ezen érdemes elgondolkozni, hogy hogyan tudsz tartalmat csinálni, ami oda az embereket, mint a lámpa, ugye a molylepkét, és utána pedig hogyan tudod őket átkonvertálni ügyfélé, ez pedig a hírlevél. De onnantól már szélsz van. És az a kérdés persze fölmerül, hogyha van egy, de ezt nem mondom el, majd elmondom a klubban. Szóval, és eljutottunk a végére, ami egy nagyon fontos végkövetkeztetés. Tehát a te sikered jövőjét, vagy a jövőd sikerét, nevezzük így, az fogja meghatározni, hogy milyen tartalmat készítesz magadról. Úgyhogy ezért ezt a hónapot, amit júliusnak hívunk, Fantasztikus helyen vagyunk egyébként, itt vagyunk az anyakikötőnk előtt, mert a többiek mennek vissza, mint egy hetet délre vitorlázni egyedül. Tehát magyarul ez a gyodátos júliust arra szánjuk a klubban, hogy a tartalomról beszélünk, a tartalmat csiszoljuk. Ha téged, téged ez a téma érdekel, a SEO-tól elkezdve, csóó minden eleme, akkor érdemes beiratkozni a klubba. Kevesebbe kerül, mint egy közepes ebéd bárhol, mondjuk a Balaton mentén, havi szinten kevesebbe kerül. Szerintem az 1000 vagy a 100 szorosát fogja meghozni egy év alatt. Egyébként várunk rá egy garanciát: ha egy év alatt nem duplázod meg a profitodat ezen technikák alkalmazásával, akkor egy évet pluszba kapsz ingyen a klubtagságban. Szóval ez a hónap erről szól: minden nap, tehát minden munkanap kapnak a klubtagok egy mini kis szemináriumot, amivel a tartalmat, a tartalomkészítést, a struktúráját, hogyan építsd fel a tartalmat, milyen gyakran, hogyan, milyen hírleveleket küldjél, hogyan használd a ChatGPT-t, lesz egy külön kis rész, majdnem egy hét, amikor a ChatGPT-nek a helyes használatát tanítjuk meg. Tehát, ebbe benne akarsz lenni, akkor a videót regisztrálj, mert én szerintem nagyon balga dolog kimaradni ebből. Úgyhogy, ahogy kezdtem, a sikeredik legfontosabb pillére a tartalom, amit te magadról kommunikálsz, az vagy. Ha nem látnak, nem vagy. Én azt kérem neked, hogy legyél sikeres, nekünk van egy küldetésünk, és ez fontos, hogy tud, fontos, hogy ez csatlakoz, a klubnak is ezért ennyire olcsó az ára, tizede, mint a, amennyit kéne érte kérni, az, mert nekünk van egy küldetésünk. Nem úgy, mint a kormánynak, meg nem úgy, mint a politikusoknak legyen az mindegyik oldal, kivétel nélkül, az a küldetésünk, hogy minél több sikeres vállalkozó legyen. Mert Magyarországot, vagy egy gazdaságot, vagy például a német gazdaságot is legalábbis eddig a vállalkozások tették nagyjá, nem a politikusok. Angie, Angela Merkel, hát, vagy majdnem németül mondtam, egész nap németül beszélünk, az a baj. Szóval aki valaki szívalakuk szívalakú kis formálva ott állt mindig. Nem ő tette a németeket, meg előző kormányfők se, hanem a vállalkozók. És a Magyarországnak van jövője, akkor a vállalkozók által van jövője. Biztos, hogy nem a kettő, aki milliárdokat kapott, hogy oda teremtse ezt a ezt a méreggyárat, vagy biztos, hogy nem a többiek, vagy biztos, hogy nem az oligarchák, amik ugye kifelé lapátolják külföldre a pénzt. Tehát, legyél egy sikeres vállalkozó. Azt kívánom neked, hogy hozzá több embert, gyertek el a klubba, legyetek részesei. Például szeptemberben lesz egy befektetési szemináriumunk, egy egész napos, fantasztikus konferencia, fantasztikus előadókta, az aranytól elkezdve, de lesznek olyan sztárvállalkozók is, mint például a, a Kürti Sándor, ugye a Kürti ZRT tulajdonosak egy fantasztikus ember, és őnek is egy küldetés. Azért hívtuk meg, mert őnek is szívbeli küldetése a magyarok, a magyar vállalkozók segítése, támogatása, motiválása. De lesz például. Novemberben szintén egy konferenciánk, ahol a, a növekedésről, a hatékonyságról lesz szó, ami a legfontosabb szó a magyaroknak, a hatékonyság. Ez, amiben a legtöbbet kell felülni a magyar vállalkozóknak. Januárban lesz az évindító, és májusban, jövőre pedig lesz a, a növekedés forszírozó, a növekedés támogató egésznapos konferenciánk, plusz csomó tananyag, tehát egy olyan, energia italt, egy olyan nagy energia kapsz, hogyha most csatlakozol a klubhoz még az eredeti áron, mielőtt a szeptemberi állemelkedés eljönne, hiszen infláció van, hogy gyakorlatilag egy évig mindezt, amit felsoroltam, mindez támogatni, fejleszteni fogja a vállalkodást, azért, hogy a profitod, a nyereségedet, válság ide vagy oda, infláció ide vagy oda, akkor is megduplázzuk. Ne elvigye az infláció, hanem megduplázzuk a nyereséget. Erre garanciát. Sok sikert kívánok neked! Ciao!